Hagyományos viseletbe öltözve mutatták be előadásukat a Hőgyészi Székelykör néptánc csoportjának tagjai Kétján. A fiatalok egy mezőségi és egy bukovinai koreográfiával készültek a fesztivál zárónapjára. Nagyon jó a fesztivál, nagyon jó a szervezés. Szeretném megköszönni ezt a Magyarság házának, akik nagyon sokat tettek azért, hogy ez a rendezvény ilyen színvonalon valósulhasson meg. Nagyon sok néző van, hát egy kicsit beárnyékolta a tegnap délután a menet táncunkat, a felvonulást, az időjárás, és kicsit sietni kellett a végén. Ez a nem megszokott egyébként Bonyhádon. Szeretném megköszönni itt a nagy nyilvánosság előtt a Kétyi Székelykörnek a vendéglátását, és a Hőgyészi Székelykör részéről a Bokréta Néptánc csoport érkezett, és ma 2 műsorszámot fogunk előadni, az egyik egy mezőségi táncrend, a másik pedig egy bukovinai összeállítás. Az erdélyi Déva városából is érkeztek vendégek Kétyre. A bukovinai találkozások idején ugyanis régóta hagyomány, hogy az események főhelyszínéül szolgáló Bonyhád mellett a környező székelyek lakta falvak is megvendégelik a fellépő hagyományőrzőket. Hunyad megye Déva városából jövünk. Egy olyan nyugdíjas klub vezetője vagyok, ahol amikor azzal a szándékkal alakult, hogy a helyi hagyományőrző dolgokat felevelítsük, akár kulturális, kulináris, társadalmi események, mert megjegyzem, Déván a bukovinaiak, az 5 falu leszármazottjaiból majd mindegyikből van lakos. Azok 1910-ben telepedtek le Déván. És amit még megjegyezni szeretnék, azt, hogy már én se mai gyerek vagyok, a szüleim és a nagyszüleink alakították ezt a közösséget, templomot építettek, és mondom, 1910 óta ott vagyunk. A hagyományőrzés a mi szempontunkból abban áll, hogy egyszerűen csak emlegetjük, mert a szűk és körülmények és helység miatt nincs, ahol mondjuk szövési technikát, vagy lekvárfőzést, vagy tilolást, ilyet végigvigyünk. De viszont nagyon jól esik, ha ezt többször és közösen megtárgyaljuk, vagy régi emlékeket idézzünk fel. Sokszor megjegyzem, még ilyen vicces történeteket, eseményeket is elmesélünk. Az egésznek az a lényege, hogy 1910-ben a Bukovinai Székely Országos Szövetségének lehettünk a tagjai, és akkor ez nekünk egy óriási nagy öröm volt, mert kiléptünk úgymond a határ, a megye határ köréből, és más kultúrákat, ismertük meg, emberi kapcsolatokat kötöttünk, és odahaza évente mondjuk 1-3 maximum eseményben tudunk részt venni, mi a Dalárda, miután a Dalárda megalakult. Az mondjuk január 7-én van a Szikulicsidium esemény alkalmával, március 15-e az 1848-as forradalom, vagy mondjuk egy szőlőbál, disznótorokat is csinál a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, és akkor minket bedobnak, úgymond népviseletbe, de ez a népviselet se nem bukovinai, se nem csángó, mert még a nyelvjárásunk is eltől a csángótól, és ott hozták helybe ezt az öltözetet valóvá azok, akik a szüleink, nagyszüleink. És ez miben áll? Egy fekete rakott szoknya, fehér szedett ing, lájbi, fehér kötény, és a ruva a fejünkön. És ezt mindig csak ünnep vagy templomozás alkalmakkor használtak. Na most, ha
ilyen öltözetünk van, akkor az ilyen kulturális eseményeknek megfelel, vagy nagyon jól bejön, hogy egy színfolt vagyunk bármilyen alkalommal a színpadon. Kék minden alkalommal csatlakozik a bukovinai találkozásokhoz. A hőgyészi csoport évekkel ezelőtt már járt náluk, az Erdélyből érkezőket viszont most először látták vendégül. Mi is bukovinai székelyek vagyunk, a településünk zöme az Hadikfalváról került Bácskába, és onnan ide Kékre. Egy összetartó közösség, habár most már a lakosságcsere nálunk is megindult, mint minden más településen, de ezeket a hagyományokat, ezeket mi még azért őrizzük. A hőgyészi tánccsoport, ha jól emlékszem, 2014-ben volt nálunk utoljára, amikor a település zászlaját, illetve címerét avattuk, és ők táncoltak itt nálunk a színpadon. Eltelt lassan 10 év, úgyhogy most nagyon nagy örömmel fogadjuk őket, és hát kíváncsiak vagyunk, hogy mivel lepnek meg minket. A kéti vendéglátás a kulturális produkciókat követően közös vacsorával ért véget.